A Fehérbot napja alkalmából vitrinkiállítás nyílt a főutcai Márványcsarnokban. A Tarsa Ifjúságért Egyesület bemutatkozunk sorozatában a Felsővárosi Általános Iskola 6. és 7. osztályos diákjai különböző technikákkal készült rajzokon jelenítették meg a látássérültek mindennapjait, illetve vidám, színes, kézzel készített és számítógépen szerkesztett plakátjaikon adták hírül, hogy 20 éves a látássérültek regionális közhasznú szervezete. Az alkotásokból összeállított Érzékenyítés című tárlatot az iskola igazgatója Földi Zoltán köszöntője után Lerner Zsolt városunk alpolgármestere nyitotta meg. Ha a civil egyesületek, civil társaságok összefognak, akkor abból nagyon jó dolgok születhetnek, amihez mondjuk még hozzájárul mondjuk a Felsővárosi Általános Iskolának a pedagógusainak az érzékenyítő tevékenysége is, amit ezeken a ma megnyíló kiállításon, gyermekrajzokon láthatunk és tapasztalhatunk. Németh Éva, a Lárke elnöke köszönetet mondott az iskola pedagógusainak, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében fontosnak érzik a gyerekek szemléletformálását, érzékenyítését, és kiemelte az Egyesület és a Tarsoly működésének fontosságát. Mi eddig is együttműködésben álltunk a Tarsoly Ifjúságért Egyesülettel, de mivel új elnöke van Barna Éva személyében, ezért egy friss együttműködési megállapodást kötünk az Egyesülettel, és az elmúlt időszakban aktívabban vettek részt a mi programjainkban, köszönhetőnek a Tarsa Ifjúságért Egyesület képviselőinek, Róka Gyulának is, és szeretnénk a jövőben is minél több szemléltető programot közösen tartani, akár együtt, vagy az egymás programjain részt venni. Barna Éva, a Tarsa Ifjúságért Egyesület elnöke elmondta, két civil szervezetet hosszú távú együttműködés vezérli, amelynek keretében az elmúlt időszakhoz hasonlóan meg annyi közös programot terveznek. Ezek olyan fontos dolgok, ezek az érzékenyítő közelítések, megfogalmazások, körültekintés. Sokan, akik egészségesek, nem is tudják, hogy milyen nem egészségesnek lenni, egész addig, míg be nem üt a krach. Hiszen tudjuk, hogy akár a mozgássérültek, akár az értelmi fogyatékosok, akár a látássérültek nem mind úgy születnek, hanem olyanná válnak, egy baleset, egy véletlen akármi következtében. A program keretében a Tarsa Ifjúságért Egyesület és a látássérültek egy újabb, hosszú távú együttműködési megállapodást írtak alá.